Sziasztok! Nagyon sokunk kedvenc virága az orchidea. Többen azt gondolják, hogy kényes, nem nagyon jó vele foglalkozni, pedig ez nem így van. Elég egyszerű tartani. Még akik lustábbak, egy kicsit nekik is megéri, mert nagyon szép virágokat hoznak, igen, dekoratív a lakásba. Közben én egy kis szívos darabbal leportalanítom a leveleit. Jó tesz neki, mert párás, párásítjuk egy kicsit, és hát ugye igazából a gyökerein keresztül elég kevés nedvességet szed fel, jobbára a léggyökereivel és a leveleivel is a párát felszedi. Hát a legkedveltebb fajták ezek közül a lepke orchidea és a pók orchidea. Mind a kettő nagyon szép. Származással tekintve, ha jól emlékszem, Dél-Kelet-Ázsiából, az esőerdőkből származnak. Ahogy mindjárt szép csillogos lett a levél. Permetezni is lehet igazából. Vízpermettel legjobb, hogyha állott vizet használunk, vagy esővizet. Nagyon fontos, hogy a léggyökereit soha ne vágjuk le. Meg ne próbáljuk eldugdozni, visszadugdozni, letörik, meg amúgy is az a jó, ha kint van, úgy, ahogy azt a növény szereti. Úgy kell hagyni. Fényre és a párára nagyon érzékeny, nagyon szereti a fényt is, a párát is. Legjobb a nyugati ablakba tenni, de a tüzőnaptól viszont védeni kell. Mindenképpen. Nagyon szép kis virágok vannak ezen is most. Az, hogy ilyen a cserép maga, amiben a növény van, egy átlátszó kaspóban van benne. Ugye legjobb alulról locsolni. És ez az átlátszó cserép kaspó azért jó, hogy lehet látni, meddig van vízzel. A túlöntözés az a gyökér rothadásához vezethet, arra vigyázunk, azt kerüljük el. De nekem van ez a jó kis csörös kis régi kannácska. Én ezzel szokom öntözni, az is teljesen megfelel, ha itt a széle mellett beöntöm, és alul lehet látni, hogy meddig van vízzel. És próbálom addig önteni, hogy a cserép ne érjen bele a vízbe. Tehát igazából a saját gyökeréhez a víz nem ér hozzá. Úgy látom, körülbelül ennyi elég neki. Most ezt innen elveszem. Teszek helyette, itt van egy másik. Nagyon szép sárga virága van. Neki is a leveleit lepucolom. Ha úgy gondoljuk, hogy szeretnénk átültetni, mert 2-3 évente tulajdonképpen át lehet ültetni, arra kell figyelni, hogy ne sokkal nagyobb cserépbe ültessük át, mert akkor jobbára csak a gyökerét fogja növeszteni, és nekünk nem hoz virágot. Tulajdonképpen mi magunk is elkészíthetjük a földkeveréket, ami kell hozzá, nem egy nagy dolog igazából. Egyharmad rész virágföldet összekeverünk, egyharmad rész hungarocell darabkákkal, vagy hungarocell golyócskákkal, és egyharmad rész fakérget. Ez egy nagyon jó kis olyan keverék, amit szeret az orchidea. Fakéreg az lehet akác, fenyő, szerintem teljesen megfelel. Ez a virág a 20-25 fokos hőmérsékletet nagyon kedveli. A húzatot viszont azt nem szereti, arra figyeljünk oda, hogy ne legyen húzatos a környéke. Úgy most ezt is meglocsolom, ugyanúgy, mint a másikat, hogy cserép mellett öntünk be egy kis vizet, nem túl sokat, és akkor félre tesszük.
egy harmadikat is. Nagyon szép. Sok virág van rajt. Szintén itt is az átlátszó kaspós. Leportálni tudom. Szép fényes lesz a levél. Mint minden más nagy levelű növénynél, a vízbe esetleg, ha így letörőjük, lehet tenni egy kis sört. Egy keveset, nem sokat, egy keveset. Jót fog neki tenni, szép fényes lesz tőle a levél. De túlzásban essünk. A virágnak csak keveset, a maradékot majd megisszuk mi. Szintén meglocsolom. Ugyanúgy, ahogy idáig. A vizet látom, hogy föl is ért, itt van. Én azt ajánlom mindenkinek, nyugodtan próbálkozzanak az orchidea tartással. Meghálálja, nagyon szép, gyönyörű virágokat hoz. Öröm nézni. Köszönöm, hogy velem voltatok. Sziasztok! Megköszönöm, ha feliratkoztok a csatornámra. További jó pihenést mindenkinek. Sziasztok!